Következő kísérletünkben Lenz törvényét fogjuk igazolni. Ehhez a következő eszközöket használjuk fel. Van egy vasgolyónk, egy mágnesünk, a labor felújításából maradt három cső, egy egyszerű műanyagcső, egy réscső és egy alumíniumcső. Ugye Lenz törvényével az elektromágneses indukció témakörébe találkozunk, mikor indukált feszültség, indukált áram jön létre, és Lenz törvénye kimondja, hogy az indukált áram iránya mindig olyan, hogy mágneses hatásával akadályozni igyekszik az őt létrehozó hatást. Ezt fogjuk most szemléltetni. Először a vasgolyónkat mind a három csövön leejtjük. Nagyon gyorsan. Lejön. Réscsőbe ejtjük le a golyón. Itt is nagyon gyorsan leérkezett. És a harmadik csövünk egy rövidebb alumínium cső. És itt is nagyon hamar leérkezett. És ugyanezt fogjuk most megismételni, mágnest fogunk használni. Kezdjük megint a műanyagcsővel. Nagyon hamar leérkezett. Következik a réscső. Azt tapasztaltuk, hogy jóval több idő kellett ahhoz, hogy a réscsőbe a mágnes leessen. Következik az alumínium cső. És itt is azt tapasztaltuk, hogy jóval több idő kellett ahhoz, hogy a mágnes a csövön végig haladjon. Ez a kísérlet igazolja Lenz törvényét, miközben esik lefele a mágnes, olyan indukált áram jön létre, ami a mágnes esését akadályozza, ezért lesz az esési idő jóval több. Még egy egyszerű dolgot lehet bemutatni. Ugyanúgy réscsőbe fogom leejteni a mágnesünket. És ide helyeztem egy vasgolyót. És azt tapasztaljuk természetesen, hogy a mágnesünk az nem esik lefele. Elveszem a vasgolyót, és leesett a mágnes. Ezzel az egyszerű kis kísérlettel igazoltuk Lenz törvényét.